Elköszöntök minden kedves jelenlévőt. Nagyon örülünk, hogy elfogadták meghívásunkat a mai kiállítás megnyitóra. Külön köszöntöm kiállítónkat, Szanyi Katalint és kedves családját. Mindig izgatott várakozással készülünk egy-egy ilyen új kiállítás megnyitóra. Egyrészt ugye az alkotó részéről, másrészt pedig a közönség is mindig újabbnál újabb, érdekesebbnél érdekesebb alkotásukkal találkozik. Különösen igaz ez akkor, amikor első kiállítása nyílik valakinek, és hát ma ezzel fenn, hiszen Katinak ez az első kiállítása. Úgyhogy kedves Kata, nagyon örülünk, hogy mi adhatunk otthont ennek az első kiállításnak. És biztos vagyok benne, és kívánom is, vagy kívánom mindannyiunk nevében, hogy ezt az elsőt még nagyon sok kövesse majd ezután. Én azt gondolom, hogy ha körbenézünk, akkor látható, hogy a tehetség megvan, az anyag az bármikor megvásárolható hozzá, és hát szerencsére érdeklődő közönségben sincsen hiány, tehát minden adott ahhoz, hogy sok számtalan sikeres kiállítást kövesse még ezt a mait. Kata kedves barátnőjét, Duli Anna Máriát, érdekesség, hogy előző kiállítónk volt Marcsi Tűzzománc képeivel, tehát Marcsit kérte fel arra, hogy nyissa meg a kiállítást, úgyhogy Marcsi, oszd meg velünk gondolataidat. Köszönöm szépen. Én is nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentett és a művésznőt magát. Ha körülnézünk a teremben, csodálatos festmények fogadtak minket, egytől egyik Kata művei, és több éves munkát tudva maga mögött. Nem csoda, hiszen már Kata gyerekkorától kezdve vonzódott a művészetekhez, és kárpátaljai kis településről magával hozta a természet és a nagydobronyi táj szeretetét, az érzéseket, a színeket és az elszántságát. Mert ha Kata valamibe belekezd, azt nem 100%-kal, hanem 120%-kal viszi véghez. Így volt ez az elvégzett iskoláival, a megszerzett diplomáival és a művészettel is. A képzőművészet ezen ágát 2020-ban került közelebbi kapcsolatba a művészet ezen ágával, amikor a világ, tudjuk, fenekestől felfordult, mindenki bezárkózott, és ez alkalmat adott arra, hogy egy kicsit elmélyülve, kicsit odafigyelve a művészetre koncentráljon. Akkor kapta meg első festőkészletét kedves barátaitól, Szabó Tamástól és Ágitól, és biztatást is, hogy a tehetségét aknázza ki. Kata autodidakta módon sajátította el a festészet alapjait, és több művész is hatással volt rá. Lépésről lépésre haladt az úton a festészet alapjaitól, a magasabb szintekre emelte, és látjuk, hogy csodálatosabbnál csodálatosabb képek vannak a falakon. Kedvenc alapanyaga a vászon és az akril, ezek segítségével jeleníti meg a természet szépségeit. Kedvenc témái közé tartozik a tiszai táj, folyóparti tájképek, melyek nyugalmat és meghittséget árasztanak, és visszatér szülőföldjére, hogy a táj szépségeit maradandó módon tárja elénk. Tájképeiben a központi téma mellett mindig jelen vannak a virágok, a színeken keresztül hangulatokat próbál átadni nekünk, és megragadni a színekkel, megérintve ezzel a lelkünket is. A természetet járva saját maga által készített fotók adják az alapot, és természetesen meg kell említenünk Dávid Kis Borbála és Urbán Zoltán által készített felvételeket is, amelyek alapján realisztikus festvényeket készít. Az itt látható képek 3 év munkáját dicsérik, de nem teljes a paletta, amint a tárlókban is láthatjuk, az eladott képeket már sajnos nem tudta kitenni a falakra. Munkáit megtalálhatjuk hazai gyűjtőknél, Amerikában, a Brit Királyságban és természetesen szülőföldjén Kárpátalján. Kedves vendégeink, a szavak helyett beszéljenek inkább a művésznő képei, és engedjék meg, hogy bemutassam Szanyi Katalint.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy eljöttek. Hát nagyon köszönöm Anna Máriának ezeket a csodálatos szavakat, nem is tudtam, hol keresem benne magam, azért nem érzem magamat művésznőnek. Három éve igen lehetőségem adódott arra, hogy több szabadidővel rendelkezzek és belevágjak ebbe a nagy kalandba, amit azóta is művelek, a festészet. És mi az, ami megfog engem? Tehát tudjuk nagyon jól, hogy a természet szeretete és a természet szépsége körülvesz minket. Az ember jár kell a világban, sétál, elmegy kutyát sétáltatni például, vagy csak maga sétál. Felnéz az égre, vagy csak a környékre, tehát a környező tájat nézi, és megérinti valami. Én ezeket a pillanatokat próbálom visszaadni. Tehát amikor kimegyek sétálni, és ránézek valamire, ami gyönyörűséggel jár át, és melegséget érzek, úgy érzem, hogy szeretném megállítani és megfogni azt a pillanatot, és azt az érzést újra érezni, akár holnap, holnap után, és ezért fényképezek. És a fényképek által úgy gondolom, hogy könnyebb utána lefesteni, vagy belevinni a képekbe azt az érzést, amit az ember akkor érzett, amikor odakint volt. A képeimben három dolgot igyekszek beletenni. Először is a melegséget, másik pedig a pozitív életszemléletet, és ebből kifolyólag szeretném, hogyha aki ránéz, az nyugalmat és találjon bennük. Nem tudom, mennyire sikerült, de ez volt a cél. Hát kérem, nézegessék végig őket, amennyiben valakinek kérdése van a képekkel kapcsolatban, vagy a készítésükkel kapcsolatban, akkor állok rendelkezésre. Ahogy Anna Mária is elmondta, a tárolókban már csak képes lapszerű fotók vannak azokról, amik már nincsenek nálam. Nehéz lett volna őket visszaszerezni, illetve a kezdeti szárnypróbálgatások egy-két darabja látható itt jobb oldalt. A legutóbbi, a három év úgymond munkájának egy része pedig itt látható körbe a falakon. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.